Megtartotta a hagyományos jótékonysági tea délutánját a Rózsahölgyek Társasága szombaton délután a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban. Az eseményen átadták az idei Harmónia díjat, amelyet Zsigoné Kati népi iparművész, a tojás díszítés királynője vehetett át. Ebből az apropóból hívtuk meg stúdiónkban a művészt. Jó estét kívánok! Szép estét, és szeretettel köszöntöm a nézőket is. Kezdjük esetleg azzal, hogy hogyan kerültél a Rózsahölgyek körébe, ki az, aki téged jelölt erre a díjra? Állítólag sok jelölést kaptam, de Gödény Anikó barátnőm volt az, aki egy gyönyörű, ott is van előtted, amit írt rólam, és ott föl is olvasták. A szívem is beleremegett, hát ő vele több mint 10 éve vagyunk már barátnők, úgyhogy ismer. És a méltatás pedig így szól, hogy mélyérzésű, jóságos és odaadó személy, aki harmóniát, szeretetet sugároz maga körül, példaértékű tevékenységének pedig nyoma van. Ez az, aminek tulajdonképpen minden rózsahölgynek, akit aztán ezzel a díjjal kitüntetnek, meg kell felelnie. De a barátnőd azt is írta rólad, hogy Kati maximálisan igazságos, és emellett borzasztóan szigorú is, legfőképpen önmagához. Ezt hogyan érthette? Igen, hát valóban szigorú vagyok. Hát először is nevelem magamat. Ez egyik formája a szigorúságnak, pedig hát már öreg vagyok ehhez, de mégis mindig. Én azt gondolom, hogy legfontosabb, hogy jó legyen az ember, és a másik alázatáért le tudjon hajolni, az embertársa alázatáért. És én úgy szoktam lenni, hogyha egyszer valaki megbánt, rögtön arra szoktam gondolni, hogy talán én se vagyok hibátlan, és nem szólok érte. Ha másodszor megbánt, akkor se szoktam szólni, mert azt gondolom, hogy talán rossz napja volt. Harmadszorra azért már szólok. És nevelem magam olyan téren is, hogy nem elég bocsánatot kérni, hanem azt is kell mondani, hogy hibáztam, hogyha hibázik az ember. És lehetőleg ne essen bele még egyszer. Aztán el kell azt mondanom, hogy nagyon magasan fönt van a kerekem, de egy pillanat alatt tolószékbe találhatja magát az ember, és ezért illik nagyon alázatosnak lenni mindenkivel, mert ha ott van az ember, akkor jó lenne, ha valaki oda jönne az emberhez, és kedves volna az emberhez. A harmónia az hogyan jelenik meg a te életedben? Igen, hát mondják, hogy ugye dinamikus vagyok, és mégis harmonikus. Szintén azt gondolom tényleg az alázatban leginkább, és a családi életem, tehát a férjemmel nagyon harmonikus a kapcsolatom. Neki is szeretném ezt a díjat megköszönni ennek kapcsán, és a kisonokámnak, aki Boros Pannának, aki nagyon bízik bennem, és ő tudta, hogy megnyerem ezt a díjat, ahogy a férjem is. Gödény Anikónak, a barátnőmnek, és a rózsahölgyeknek elsősorjában. Nagyon szépen köszönöm a bizalmukat, és talán még annyit elmondani róluk, hogy ők a szegény sorsú gyerekeket, a rászorultakat támogatják a Máltai Szeretetszolgálat égisze alatt, és néhány nevet föl is sorolnék, Rigóné Kis Éva, Dr. Rigó Orsolya, Cakóné Futó Edit, és hát támogatja őket már csak a hely adásával is, Rampáb Mária, a könyvtár igazgatónője. A világ 5 legjobb tojásdíszító művészek között tartanak téged számon, és hát több elismerést is kaptál már. Ezek között hol helyezkedik el ez a díj a te szívedben? Igen, hát az első helyen, mert hogy az emberség díja, azt gondolom, ettől nagyobb nincs. Nekem már most nincs is más feladatom az életemben, csak hogy ehhez méltó legyek a jövőben is. Mindenképpen, mert hiszen a rózsahölgyeknek a szlogenjük, az, ami rá van írva a díjamra, elhoztam a nézőknek, hogy láthassák, hogy milyen gyönyörűt kaptam. A szeretet, a jóság, és a harmónia nagykövete. És hát én is ezt képviselem most, és ez nagyon nagy megtiszteltetés. Egy kicsit beszélgessünk a munkádról. Mivel foglalkozol mai napság?
Hát a beszélő tojást, amit ide mutattam be, 7 hónap alatt készítettem el, a magyar nemzet tojását 1 év alatt. És most egy olyan alkotáson dolgozok, amit 3 évig fogok készíteni, de ebből már olyan 1,5 év letelt, mert már régóta érlelődik az agyamba, és munkálkodok rajta. Az az igazság, hogy 2 dolognak kell megfelelni, hogy 2 kritériumnak, hogy egy munkának neki fogjak. Az egyik az, hogy a szívem mélyén azt érezzem, hogy ezt nem tudom megcsinálni. Tehát egy kihívás legyen, de nagyon nagy. A másik pedig az, hogy azt érezzem, hogy ez egy azt gondoljam róla, hogy ez egy iszonyatos ötlet, überelhetetlen. Na most az, hogy meg tudom-e csinálni, ugye ez mindig sikerült még. Most azért egy picit gátját érzem, hogy a szemem azért rongálja ez az aprólékos munka, és azért ez így most duplán kihívás lesz, hogy a szememmel majd meg tudom-e csinálni. Azt gondolnám én, hogy egy tojásdíszítőnek a legfőbb ünnep az a húsvét, és mi a helyzet a karácsonnyal? Igen. A karácsony, meg egyébként is nálunk nincs semmilyen ilyen ajándékozás, nőnapkor se, de a férjem az év minden napján nőként bánik velem. Soha egy nap nincs, hogy el ne mondaná nekem a csúnya öregasszonynak, hogy de szép vagy. És nagyon-nagyon aranyos, 42 éve ő a párom, ő a mindenem. És karácsonykor akkor oda fogunk állni a karácsonyfa alá, mint minden évben, csak most ott lesz a kis unokánk is, Panka baba, 6 éves, nagyon kis okos, kis aranyos baba, és 3-an mi megfogjuk majd egymás kezét, és minden évben a férjem szemébe nézek, most ő vele majd, ő vele is, és azt mondom el neki, hogy szerettelek az év minden napján, figyeltem-e rád, méltóan vártam-e Jézus megszületését, és azt mondja rá, hogy igen, nagyon félek, hogy mindig, hogy azt mondja, hogy igen, drukkolok. És akkor azt mondom, hogy te vagy nekem a legnagyobb ajándék. És nincs ajándék, ez az ajándék, és egy gyönyörű karácsonyfához mindig a Jézuska, aminek Panka is nagyon örül. Még mielőtt ide a stúdióba beültünk volna, beszélgettünk, és elmesélted, hogy nehéz sorsod volt gyerekkorodban, most viszont már egy ünnepelt művész vagy. Mit gondolsz, mi az, ami téged idáig segített, vezetett, eljuttatott? Igen, valóban nagyon szegény voltam, a szegények között is a legszegényebb. Mindig kiközösítettek az osztálytársaim, félerődtek és a sarokba, de most autogramot kérnek tőlem az utcán, de valójában nem felejtettem el, hogy honnan jöttem. Az édesanyám többször megkérdezte tőlem, hogy miért születtem, de amikor hozzám került és én ápoltam, akkor azt nagyon nagy alázattal tettem, a gondolatát is kitaláltam, és azt gondoltam, egy feladatom van, a világ legjobb gyerekének lenni. És ma sokszor elszomolodom azon, hogy a gyerekek kitalálnak, mondva csinál dolgokat a szülőkre azért, hogy ne kelljen őket ápolni, az idős szüleikre, és ez nagyon csúnya dolog. Az ember nagyon kevés mindenre lehet büszke, de arra, hogyha ápol egy beteget vagy egy időst, arra büszke lehet, arra az egy dologra. És büszke lehetsz a díjra is. Köszönöm. Gratulálunk hozzá, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Áldott ünnepeket kívánok neked is, és a nézőknek is. Viszont kívánjuk.